estét kívánok, köszöntöm Önöket, a Szombathelyi Televízió Műhely című kulturális magazinját látják. A mai műsor tartalmából hamarosan beszélgetni fogunk majd arról, hogy milyen új produkciókkal várja Önöket a 2019-20-as évadban a Mesebolt Báb Színház, de közben persze arról is szót ejtünk, hogy még az idei évadnak sincs vége tulajdonképpen, hiszen még nyáron is számos feladat vár a társulat művészeire. Aztán bemutatjuk Önöknek Göncz László könyvét, amelynek a címe Emberek a pannon végeken. Utána egy másik könyvajánlóval készülünk, Vasvári Káptalan, Vasi települések 1217-2017, Zágorhéli Cigány Balázs lesz a vendégünk. Szólunk arról is, hogy itt a gyógynövénygyűjtés szezonja, ehhez adunk Önöknek hasznos tanácsokat, illetve nem mi, hanem az összeállításban megszólaló szakemberek. A műsor végén pedig a figyelmükbe ajánljuk a 6. Szavária filmszemlét, mert hogy ismét eltelt egy év, sok nagyszerű alkotás érkezett a Szombathelyi Televízió felhívására. A jövő héten ezeket az Agora Szavária Filmszínházban, vagy legalábbis a legjobbakból egy válogatást Önök is figyelemmel kísérhetnek. Többek között az ingyenes vetítésekre, a gálaműsorra is felhívjuk majd az Önök figyelmét Lovas Tibor közreműködésével. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, tartsanak velünk! Ahogy említettem tehát, nemrég a Mesebolt Báb Színház közzé tette a következő évadának fontosabb produkcióit, illetve arról is hallhattunk, hogy még addig is milyen feladatok várnak a társulatra. Itt köszöntöm a stúdióban Kovács Gézát, a Mesebolt Báb Színház igazgatóját. Szervusz Géza, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szervusz! Akkor, amikor a sajtótájékoztatót tartottátok, akkor még egy idei bemutató előtt voltatok. Erről majd hamarosan szót váltunk, de hogy mi minden vár rátok még a következő időszakban, mielőtt rátérnénk a következő évad programjaira. Nem szoktuk unatkozva tölteni így a szezon végét sem, mert általában rengeteg feladat zsúfolódik össze még az évad végén. Ebben az esztendőben is így van, hiszen a hétvégén indulunk Marosvásárhelyre egy turnéra. 4 előadást játszunk a Marosvásárhelyi Egyetem színész, vagy hát bábszínész fakultázsán, a Történetek Kutyusról, Cicusról és a Tamás könyvét középiskolásoknak. Ezt Fűszva tanár úr segítségével jött létre ez a kapcsolat, és ez nagyon fontos kapcsolat. Ki ott tanít a kint tanít, úgyhogy ő hozta össze a színházat és az egyetemet. Egyébként meg miért fontos ez a fajta együttműködés, vagy az a jelenlét, amit mondjuk Marosvásárhelyen majd a Mesebolt Báb Színház mutatni tud? Hát azt gondolom, alapvetően fontos, hogy egy egyetem találkozzon egy működő színház, báb színház előadásaival, arról nem beszélve, hogy egyre nagyobb a mozgástér, tehát Marosvásárhelyről, Kolozsvárról is érkeznek hallgatók magyarországi bábszínházakba, tehát egy ilyen ismerkedési folyamat, és hogy egy professzionális színház hogyan hoz létre, és milyen típusú előadásokat. Tehát ez nagyon fontos, hogy betérjünk az egyetemekre előadásokkal. Mentek még az országhatáron túlra, de itt az országhatáron belül is lesz még vendégszereplésetek. Hogyne, hát az Elvarázsolt testvéreket Nyírbátorban játsszuk 4 előadásban, aztán külföldre egy nagyon fontos fesztiválra, Bialystokban, Lengyelországban egy nemzetközi felnőtt bábszínházi találkozóra megyünk. Mit visztek? A Császár új ruhája című előadásunkkal, aminek az lesz a különlegessége, hogy egy lengyel műfordító a Parti Nagy Lajos szöveget lefordította, tehát feliratozással fogjuk játszani. Az előadás, sőt, úgy néz ki, hogy talán a Bialystoki Színház játszani is fogja ezt majd valamelyik évadban, tehát ő megrendelte ennek a darabnak a szövegkönyvét. Hát ez egy nagyon fontos, most már 3. vagy 4. alkalommal vagyunk kint ezen a találkozón. Miért fontos? A nemzetközi kapcsolatok rettentően fontosak. Egyrészt, hogy megismerjék a munkánkat, új inspirációkat nyerjünk, kapjunk. A színészek a mindennapi taposómalomból, még ha 1000 kilométert kell is mikrobuszozni, de kilépjenek. Tehát több rétege van ennek a kapcsolati rendszernek. És aztán itt volt a legutóbbi bemutató, ez pedig a Gyáva kis tigris, ami egy felújítás, ha jól tudom.
Igen, de még így az elkövetkezendő kérdezted, hogy még mi az, amit így határokon belül, hát az egyik legfontosabb része az az, hogy a kőszegi várszínházzal most már... Nem akarnék még annyira előre szaladni. Ez még egy nagyon fontos két feladat lesz nehetetek Kőszegen, és erről külön szeretnék majd beszélni, csak szeretném, ha visszatérnénk még a május közepi bemutatóra, a Gyáva kis tigrisre. Hát a Gyáva kis tigris az... 12-ben lett bemutatva, nem sokkal azután, hogy én ide szerződtem Szombathelyre. Egy teljesen fiatal társulat mutatta ezt az előadást akkor be, egy egyetemi hallgató, a rendezője Kovács Petra, ő akkor egyetemi hallgató volt, tehát egy friss rendező, friss társulattal, sok színnel, nyers erővel. Egy nagyon fontos, szép előadás, hiszen a gyermeki félelmekről szól ennek a feldolgozásáról. És most már ott tart a színház, hogy érdemes visszahozni a repertoárra régebbi előadásokat, amelyek fontosak voltak, vagy amelyek fontosak lehetnek. Így került ez az előadás is vissza Boráros Szilárd tervezésében, és egy teljesen új szereposztás. Tehát gyakorlatilag, mint egy új bemutatónk lenne, és azt kell mondanom, hogy sok új szín jött ebbe az előadásba. Nagyon szerettem a régit is. De itt most egy picit más lett, másképpen vannak hangszerelve dolgok, tehát egy jó előadás jött létre újra. Ebből szeretnénk önöknek mutatni egy részletet, Krizsán Zsuzsa beszélgetett a rendezővel. Félek. Egészen egyedül maradtam ebben a hatalmas dzsungelben. De csak itt tanulhatok egy kis bátorságot, nem igaz? Peti a kis tigris még attól is fél, ha bujócskánál be kell csuknia a szemét. Gyávaságáért az lesz a büntetése, hogy elveszíti a csíkjait. Vándorútra indul a dzsungelbe, hogy bátorságot szerezzen. Hanna Januszewska meséje sok-sok humorral és zenével gazdagítva szól a gyermeki félelmek leküzdéséről. Azt látjuk, hogy olyan elvárásokat támasztanak a szülők, főleg az édesapja, a darab során, amiket Peti nem tud teljesíteni, és elindul, hogy ő megkeresse a bátorságát. Nagyon sok karakterrel találkozik, és akikkel találkozik, azt látja, azt veszi észre, hogy mindenki fél valamitől. Tehát a felnőttek is félnek valamitől. Tehát ez nem csak a gyerekek sajátja, és utána, amikor szembesül azzal, hogy az apukája is fél valamitől, akkor megváltozik benne, és azt gondolom, hogy az ad neki egy olyan erőt ahhoz, hogy igenis bátran tudjon viselkedni. És a végén egy igazi bátor kis tigris lesz. A gyermeki félelmekről szól, illetve azoknak a feldolgozásáról, hogy hogyan tud egy gyerek leküzdeni különböző félelmeket, hogyan megy keresztül azokon a folyamatokon, ami által bátor lesz. Mi az óvodás korosztályt céloztuk meg most a bérletesek szempontjából, de azt gondolom, hogy egyébként ez az kisiskolásoknak is egy nagyon fontos probléma felvetés lehet, mert azért minden gyerek fél valamitől, és itt végig mehetnek Petivel, a gyáva kis tigrissel egy olyan folyamaton, ami végén kiderülhet számukra, hogy az a bátorság, ami kell, az igenis megvan mindannyiunkban, csak nem tudjuk, hogy lehet azt előhozni. Az előadást 2012-ben már bemutatták, most felfrissítve viszi újra színre az akkori rendező. Egészen más szereposztással játsszuk most, egy teljesen fiatal színészgárdával, nagyon dinamikusak, nagyon frissek, nagyon viccesek, rengeteg humort hoztak, nagyon jó karaktereket hoztak, tehát azt gondolom, hogy egészen más előadás született, bár nyomokban tartalmazza azért azt az eredetit valahol. A dramaturg Vég Ildikó, a darabban Gyurkovics Zsófia, Varga Bori, Kovács Bálint és Kosznovszki Márton játszik, a tervező Boráros Szilárd, a zenét Novák János szerezte. És akkor folytatjuk a Mesebolt Bábszínház előtt álló nyári feladatokat. Kőszegre is vissza az útja hagyományosan minden évben a Mesebolt Bábszínháznak. Igen, hát ez egy sok évre visszatekintő, több mint 10 évre visszatekintő együttes munkakapcsolata a Kőszegi Várszínházzal, mert nem csak évközben jelenünk meg náluk évközi előadásokkal, hanem rendszeresen minden évben, gyakorlatilag most már minden évben közös produkciót is hozunk létre, vagy gyerek előadást, vagy ifjúsági felnőtt előadást, az Akárki így jött létre, a Baltazár Espinosa, Hopláda, Kicsi bácsi, Kicsi néni, nagyon sok izgalmas és sikeres előadásunk jött létre így közösen,
és most a Jeles András által rendezett Boldog Herceg is egy ilyen koprodukciós előadás, aminek volt egy ilyen munka megnézése, kipróbáltunk középiskolás korosztálynál, hogy hogy működik ez az előadás, és július 2-án, 3-án Kőszegen lesz a hivatalos bemutatója ennek felnőtt nézőknek. Egy megrázó, megrendítő erejű előadás, azt gondolom. Szerintem erről fogunk majd még külön beszélgetni, mert hogy már az elmúlt év végén is szó, illetve pontosabban az évad elején is szó esett erről, hogy igen, ez egy nagy, nagy szabású vállalás a Mesebolt Báb Színháznak. Jövőre egy különleges képzésben vehetnek részt az érdeklődők a Báb Színház szervezésében. Igen, azt tapasztaljuk, hogy nagyon fontos lenne, hogy ez a párbeszéd, ami a hétköznapokban, hétköznapi módon jelen van pedagógus és bábszínház között, hogy ez részben megújuljon, új formát kapjon. Tehát egy képzést indítunk el, egy egyéves képzés, évi 5 alkalom, ahol bábesztétikáról, mesedramatizációról, bábtechnikákról, bábkészítésről képet kaphatnak, segítséget kaphatnak a pedagógusok. És nem csak a pedagógusok, hanem meghirdettük szülők között. Nagyon jó lenne, ha szülők, nagyszülők is erre az évi 5 alkalomra eljönnének, érdeklődők, hogy otthon is tudjanak a gyerekekkel játszani, és az egyetemre is, itteni egyetem tanító hallgatóinak is ajánljuk ezt. Úgyhogy én remélem, hogy egy ilyen 3-4 20 fős csapatot ki tudunk állítani, és ez nagyon fontos, hogy nagyon sok beszélgetés, gyakorlati munka lesz közösen, és egy városi rendezvényt is szeretnénk jövő év júniusában, amikor az összes résztvevő gyerekekkel együtt egy nagy happeninget tartunk, a Bábok ideje. Nagyon kevés időnk van, de azért most még címszavakban akkor mondjuk el, hogy a következő évadban milyen előadások várják a közönséget. Hát a Királyok könyve sorozatunk az Árpádházi királyokról újabb két résszel, három résszel szaporodik, aztán jön egy Mihály Ende bemutatónk, Lenka és a Tündér, visszahozunk egy Én vagyok én című előadásunkat kisiskolásoknak, jön egy magyar népmese feldolgozás a Háromágú Tölgyfa Tündére, aztán talán egy nagy slágernek számíthat majd a Petszon és Findus előadásunk kicsiknek, nagyobbaknak. Felújítunk egy Pöttöm színházi előadást, a Kíváncsi kis Csikót, utána jön egy másik nagyon fontos előadás, lehet úgy néz ki, egy Lázár Ervin Gyere haza, Mikka Makka, utána egy már majdnem elfelejtett fantasztikus költő, Tankós Irató Károly verseiből, gyerekverseiből lesz egy összeállítás, és utána pedig egy nagyon komoly, az Áldozatsegítő Központtal együttműködve hozunk létre Lili és a Bátorság című előadásunkat, ami a gyermekbántalmazásról szól, pszichológus, drámapedagógus bevonásával, ahol szülőkkel, pedagógusokkal is előtte előkészítő párbeszédet folytatnánk, és még nagyon sok minden vár ránk, sokféle vendégjáték, sok vendéget fogadunk, úgyhogy nagyon színes lesz, és nagyon, nagyon sok oldalú ez az elkövetkezendő évad. Izgatottan várjuk. Köszönöm szépen a beszámolót. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a továbbiakban egy könyvet ajánlunk az önök figyelmébe. Emberek a Pannon végeken, ezzel a címmel írt könyvet a szlovéniai Göncz László író történész. A szerző a szlovén-magyar határtérségében készített életút interjúkat, és ezeknek a segítségével dolgozza fel a 20. század helyi történetét. Göncz László, szlovéniai író-történész az elmúlt két évtizedben mintegy 150 mély interjút készített a szlovén-magyar határ mentén. A főként Szlovéniában rögzített beszélgetésekből 27-et dolgozott fel legújabb kötetében, amelyet Majtényi László megyei közgyűlési elnök méltatott a könyv bemutatón. A szerző a hagyományos interjúkat szociográfiai írásokká alakítva, azokat az életutakat jegyezte le az Emberek a Pannon végeken című könyvben, amelyeket a 20. század sorsdöntő eseményei befolyásoltak. Az első ilyen szempont az első világháború volt, aztán mindenképpen a két világháború közötti időszak is, ami főképpen a határ túloldalán innen Szombathelyről nézve ugye igen nehéz volt, mert hát a kisebbségi létet úgy kellett megélni, hogy korábban ugye többségi közösség voltak jelen az adott térségben. Aztán a világháborús időszak, már mint a második világháború. Aztán a
egykori jugoszláv, tehát magyar hidegháborús hercehurcák a vasfüggönnyel és minden egyébbel, aztán az 56-os események, amelyek ugyan a magyarországi oldalon igencsak hatottak, de ugyanakkor volt neki kihatása a másik oldalra is, hiszen a menekültek révén szlovéniának is, vagy az akkor jugoszláviának is, tehát azért szerepe volt a menekültek befogadásából. Hát ennek úgy szintén még voltak a sajátos történetei, de ugye nem utolsó sorban azért olyan ugye dolgok is voltak, mint például a hortobágyéki telepítés, arra is ebben a kötetben van néhány interjú alanyom, aki utalt hárman négyen, főleg az alai térségből, mert onnan ugye Szentgyörgyvölgy, tehát vidékéről, a hetési falvakból azért vittek el sajnos tehát sokat, vagy sokokat tehát a hortobágyi falvakba. Göncz László meggyőződése, hogy a levéltári dokumentumok és a korabeli sajtó híradásai mellett a személyes visszaemlékezések nélkül sem lehet megrajzolni a 20. század történelmét. Bár az emlékezet nem mindig pontos, fontos adalék a kutatáshoz. Enélkül például nem lehetne felidézni az 1941-es esztendő meghatározó élményét, amikor a Muravidéket a kényszerű elszakítás után ismét az anyaországhoz csatolták. Erre az időszakra magyarok és szlovének is visszaemlékeznek a kötetben. Egyértelműen felszabadulásként érte meg a magyar közösség. A szlovéneknél már más volt a helyzet. Az idősebb korosztály, akik még úgymond hungarus tudatúak voltak 1918-19 előtt, ők azért egyfajta közömbösséggel viszonyultak. Nem voltak ellenszenvesek, mert ők egy bizonyos időszakot éltek még a úgynevezett, tehát magyarországi időszakban is, vagy a monarchia beli időszakban is. De viszont felnőtt egy korosztály, vagy szocializálódott egy korosztály, akik a 10-es években születtek, és ők már a két világháború között ugye nőttek fel. Ők viszont eléggé ellenszenvesek voltak, valamint azok is, akik a két háború között voltak betelepítve, vagy hivatalnokként érkeztek, tehát a Muravidékre, ők mindenképpen egy más, tehát magatartásformát tanúsítottak. Egy nagyon heterogén kép volt. Persze valahol itt ma nem bűnbakot keresünk, mert az élet az olyan, hogy ugye oda sorolja az embereket, tehát valaminél fogva, ahova éppen ugye szól a meghívunk, vagy a meghívásunk, most kicsit tehát misztikusan fogalmazok. De a lényeg az, hogy akkor lehet csak teljesen látni ezt a képet, hogyha minden szempontot megnézünk. Tehát, hogyha több életutat összevetünk, és ebben a kötetben ugyan túlnyomó részt magyarok, vagy magyar érzelmű emberek vannak, de van néhány szlovén származású is, de nekem vannak olyan interjú alanyaim is, az majd talán egy másik kötetnek lesz a tartalma, akik tehát kimondottan szlovének, tehát voltak és szlovénként élték meg ezt az időszakot. Tehát... És akkor van még egy elnézés, most Vasmegyei, tehát vonatkozásban a rábavidéki szlovének, ugye a Rába mentén, ők nyilvánvalóan még rosszabb helyzetben voltak, hiszen ők gyakorlatilag nem is éltek sosem a térszláv, tehát állam keretében, és ilyen szempontból az identitásuk alakulása és az anyanyelv iránti küzdelem még inkább megpróbáltatások elé helyezte őket, főképpen a vasfüggöny idején, amikor gyakorlatilag megszakadt minden kapcsolat az egyébként is nehezen átjárható határon. Van olyan fejezet is, ahol néhány, nem sok, azt hiszem, hogy három olyan interjú alany van, akik viszont az 1945-ös magyar meghurcolásnak a túlélői, mert érdekességként, hadd mondjam el, hogy 42-ben a két világháború között a Muravidékre telepített szlovéneket kitelepítették, ugye Punyomul és Sárvárra 500-valahányot a Muravidékről, aztán hát Jugoszlávia más, tehát vidékeiről is, amelyek ugye visszakerültek Magyarországhoz. A történelmi Magyarország részei voltak korábban persze, de a két világháború között ugye az impérium, tehát az változott. No, mindegy, és pontosan ahány szláv származású embert a Muravidékről Sárvárra kitelepítettek 42-ben, 1945 nyarán, tehát július 11-én pontosan olyan számban magyarokat telepítettek ki a Maribor melletti Hrastovec várába. Hát az is egy érdekes történet, ugye nem volt sok úgymond vérveszteség, kevesen, hála Istennek akkor ugye kevesen haltak meg ebből a közösségből, de a nyomai azok nagyon mélyen belevágtak a közösség életébe. A Magyar Nyugat könyvkiadó által megjelentetett kötetben olyan idős emberek szólalnak meg, akik a 20. század első felének utolsó tanúi voltak.
életük és sorsuk mellett hitről, hazaszeretetről és az anyanyelv megőrzéséről is vallanak. A továbbiakban egy másik kiadványt szeretnénk az önök figyelmébe ajánlani, itt van a kezemben, Vasvári Káptalan, Vasi települések 1217-2017. Ennek a kiadványnak csütörtökön Vasváron lesz a bemutatója, de erőteljesen érinti Szombathelyt is a tartalma, a Szombathelyi Egyházmegyét. Zágorhidi Cigány Balázs a vendégem, jó estét kívánok, jó Balázs! Kívánok. És talán kezdjük egy kis fogalommagyarázattal. Mit is jelent az, hogy káptalan? Mi volt ennek az intézménynek, az intézményrendszernek a feladata? Ugye talán leginkább ebből a mondásból ismerjük, hogy az én fejem nem káptalan. Ugye ez arra utal, hogy a káptalan egyrészt hát a mai szóval élve talán közjegyzői feladatokat látott el, hivatalos okiratokat állított ki, és azokat meg is őrizte, tehát a fejem nem káptalan erre utal, hogy rengeteg adatot őrzött. De alapjában ez egy egyházi intézmény, egy papi testület, hasonló picit a szerzetességhez, de ez világi papok, és hát fontos egyházi központokban jöttek létre, hogy elsősorban a püspökök munkáját, de hát alacsonyabb szinten úgynevezett prépostok, vagy itt a mi esetünkben egy főesperes munkáját segítség. Hát ugye a vidékünkön a egyház és az államszervezés a Szent István korában párhuzamosan zajlott, és ugye ez a Nyugat-Dunántúli terület, Észak-Nyugat-Dunántúli, a Győri püspökséghez tartozott, és azon belül pedig a vármegyénként jöttek létre esperességek, és Vasvár, mint vármegye központ egyúttal főesperesség volt, és emellett a vasvári főesperes mellett valamikor a 11-12. Században létrejött ez a papi testület, ez a vasvári káptalan, ami az egész koron, középkoron át Vasváron működött, és betöltött ezt a hivatalos, mondjuk úgy közjegyzői funkcióját, és hatalmas levéltárat halmozott föl, és éppen ezért ennek a rendkívül értékes anyagnak a védelmében 1578-ban országgyűlési határozat született róla, hogy a káptalan a székhelyét helyezze át Vasvárról a sokkal biztonságosabb Szombathelyre, hát természetesen a török fenyegetés elől, ugye a Rába vonala volt az, ami biztonságot jelentett a Rábán túlra, és ettől kezdve Szombathelyen működött a káptalan, és hát nem kis szerepe volt abban, hogy Mária Terézia idejében, 1577-ben Szombathely lett a új püspökség. 1777-ben, csak 500-at mondott. Bocsánat, igen, tudom. Nagyon. Én, 1777-ben Szombathelyen jött létre a püspökség, és a káptalan továbbra is működött, de most már a püspök személyek körül, és ezért székes káptalannak hívjuk, és gyakorlatilag a mai napig is megvan. Úgy hívják, hogy Vasvár Szombathelyi székes káptalan, tehát a nevében őrzi a vasvári eredetét. És a feladata még mindig ugyanaz? Igazából ezt úgy szoktuk mondani, hogy egy tanácsadó testület a püspök körül, tehát a gyakorlati funkciója ez, és hát ehhez még különféle liturgikus feladatok is társulnak. Régen a kanonokok, a káptalan tagjai rendszeres közös imádságot végeztek. Hát ma inkább jelképes a tevékenységük, de azért nagyon fontos, mint egy történelmi intézmény. Az ott őrzött, a káptalan által kiállított és az ott megőrzött dokumentumok, az intézményben megőrzött dokumentumok, azok, ha jól tudom, ma is fontos iratai a Szombathelyi Egyházmegyének. Hát nem csak a megyének, nem csak az egyházmegyének, Vas megye történetének, itt a nagy prépostúr úgy fogalmazott az előszóba, hogy Vas megye történetének kincses bányája. Brenner Józsefről beszélünk. Igen, Brenner atya tölti be a nagy prépost címét. Nagyon érdekes, hogy 2017-ben, amikor az ünnepséget tartottuk, akkor a káptalan nagy prépostúrral és két kanonokkal képviseltette magát Vasváron. Azt mondtuk, hogy a középkor óta nem fordult elő, hogy ennyi ilyen nagy létszámmal megjelent a káptalan Vasváron. Tehát ő mondta ezt, hogy a kincses bányája, és valóban a 13. századtól gyakorlatilag a közelmúltig rengeteg fontos iratot őriz. 1217 miért fontos dátum a káptalan történetében? A káptalan történetében is fontos, és a megye története szempontjából. Gyakorlatilag ez az 1217-ben kelt oklevél a káptalan első hivatalos dokumentuma. Ezt nem a káptalan állította ki, hanem második András király állította ki a káptalan számára. Egy nagyon érdekes esztendő volt ez 1217-es. Második András király a Szentföldre indult keresztes hadjáratra, és mielőtt ugye elutazott, több egyházi intézmény, és köztük a vasvári káptalannak is a birtokait összeiratta, és egy megbízható emberére, mi esetünkben
Pot Ispánra bízta a káptalannak a védelmét. Ez nagyon érdekes, ahogy mondtam, a megye történetének is az egyik első, legrészletesebb forrása. Nálunk azért az írott emlékek a 13. század elején kezdődnek, tehát ez egy korai forrásnak tekinthető, és viszonylag részletes. 15 vasmegyei településnek az első írásos említése van bent, tehát ezért mondom, hogy nem csak a káptalan szempontjából, hanem az egész megye, és különösen ennek a 15 településnek a története szempontjából nagyon fontos. És gyakorlatilag ez a kiadvány mit céloz? A kiadvány ugye emléket akar állítani ennek az évfordulónak, tehát 2017-ben Vasváron a vasvári káptalan egykori uradalmi intézményzői lakában, a mai Békeháznak nevezett épületben jöttünk össze, ezzel a bizonyos 15 településsel, a megye, az egyházmegye a káptalan képviselőivel, ez egy nagyon szép közös kezdeményezés volt a vasmegyei levéltárral, az egyházmegyei levéltárral és a vasvári múzeummal, és akkor be is mutattuk a nagyközönségnek ezt az eredeti oklevelet, ami egy 1412 évi átiratban van benn, és ezek után egy nagyon szép folyamat indult el. Az év folyamán szinte minden településen tartottak megemlékezést, ahol mi és levéltáros kollégáink szintén egy kis történeti áttekintést vagy valamiféle megemlékezést tartottunk, és akkor már célul tűztük ki, hogy ennek legyen valami kézzelfogható emléke, és ezért gondoltuk úgy, hogy magát az oklevelet bemutatjuk a kiadvány közepén az oklevélnek a képe látható, kiemelve belőle az a 15 település, de benne van a teljes latin szövege, a magyar fordítása, hogy mindenki számára érthető legyen. A kiadvány első felébe a magának a káptalan kialakulásának a története, az oklevél kiadásának a körülményei olvashatók, a következő részébe pedig ezt a bizonyos 15 települést mutatjuk be. Akinek mondjuk nem lesz alkalma csütörtökön Vasvárra látogatni, az hol juthat hozzá ehhez a kiadványhoz? Hát reméljük, hogy akkor az előbb-utóbb egy vasvári vagy szombathelyi bemutatót is szervezünk, de az egyházmegyei levéltárban, a megyei levéltárban és természetesen Vasváron a múzeumban is hozzáférhető. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget. Még egyszer tehát, akinek lehetősége, alkalma, ideje van, csütörtökön május 16-án délelőtt 9:30-tól, ha jól tudom, akkor kezdődik a bemutató, sok érdekes előadást hallgathatnak ezzel kapcsolatban meg, és természetesen a kiadványt is kézbe foghatják. Kedves nézőink, mi pedig valami egészen mással folytatjuk, gyógynövényekről lesz szó, tudományról lesz szó a továbbiakban, mert hogy itt a tavasz, ez a gyógynövény gyűjtés szezonjának a kezdete, akik szeretnének gyógynövényt szedni, de mondjuk annyira nem tájékozottak, azoknak hasznos információkat adnak a továbbiakban a szakemberek. Amit gyűjtünk most, százszor szép, kerekrepkény, gyermekláncfű, fehérárva csalán, citromfű. Ezeket a növényeket a Caritas ölbői telephelyén nagy mennyiségben termesztik. Az idei csapadékos időjárás nem tesz jót a gyógynövényeknek. Az idő nem nagyon kedvez most sajnos a gyógynövény gyűjtésnek. Hát az esős időszak az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a növényeinket jóval hosszabb ideig kell szárítani, illetve megvan az esély, hogy ilyenkor a gyógynövények berohadhatnak. Tehát a normális körülmények között igazából olyan 28-30 fokba ugye szélvédett helyen, akkor hát árnyékba, tehát a nap ilyenkor szétszedi azt a gyógynövényt, ami tulajdonképpen ugye kin jótékony hatása van addig, amíg nem szedjük le a gyógynövényt. Mihelyt leszedjük, abban a pillanatban árnyékba kell tenni a gyógynövényt, szellős helyen és jó meleg helyen. Na most ez a jó meleg sajnos az idén hiányzik, tehát most egy kicsit nehezebben száradnak a gyógynövényeink. Aki a növényeket nem ismeri elég alaposan, az könnyen összekeverheti őket. Például a medvehagymának és az enyhén mérgező gyöngyvirágnak hasonló a levele. Ez esetben a jellegzetes illat mutatja, hogy a jót választottuk. Ez a két növény nagyon könnyen összekeverhető látszik. A gyöngyvirág az mérgező, igazából nem feltétlen mérgező, mert ez egy igazi, nagyon komoly gyógynövénykincs, ugyanis szívritmus szabályzott, illetve szívritmus csökkentőt lehet belőle előállítani, tehát lassítja a szívverést, ami odáig fokozódhat, hogy megállítja. Ez ugye nagyon veszélyes tud lenni. Hogy lehet megkülönböztetni a kettőt? Illatra biztosra lehet menni? Igen. Illatra biztosra lehet menni, tehát tépjük el a szárat, és utána szagoljuk meg,
És ha megszagoljuk, akkor látható fokhagyma illata van. Arra is vigyázni kell, hol szedjük a növényt. A szennyezett területeken olyan kemikáliák kerülhetnek bele, amelyek többet ártanak, mint amennyit a gyógynövény használhatna. Erről korábban kísérletet is végeztek a szakemberek. Az Adi tér, illetve a város központi útjait néztük, illetve hát az arborétumban gyűjtöttünk. Hát igazán jelentős különbség volt, mert nap ilyen 3-4 csésze hársfatea megoldotta volna az ólomszennyezésünket, az ugye nem túlságosan szerencsés, hogyha nem jó helyről gyűjtjük be. Az olmozott benzin ugyan már eltűnt, de a korom és a por még mindig magas koncentrációjú lehet. Egyszerűen ellenőrizhető egy cellux darabkát a növényre ragasztva, majd azt lehúzva róla, megtudjuk, hogy mennyi a rárakódott piszok. Én két darab hárs, vagy három hárs ágacskát hoztam ide. Ezek nagy levelű hársak, egyébként gyűjteni igazából a kis levelű hársat célszerű, de ezt is lehet. Az ezüst hársat semmiképpen, az hátul nagyon szőrös, és sokkal erősebben fehér a színe. Ezeket úgy gyűjtöttem be, hogy forgalmas helyekről, illetve hát az egyetem udvaráról, mert az volt kézenfekvő, ott azért kevésbé forgalmas. Hogyha egyszerűen fogunk egy celluxot, celluxból egy darabkát rátapasztunk a növényre. Mindegy, hogy a hátoldalára vagy a színére. Játszhatunk mind a két oldalával, a színére és a hátoldalára is, eljátsszuk azt is. Akkor le lehet róla gyűjteni azt a szennyeződés mennyiséget, ami csak felületesen tapad rá. Ez nem jelenti az összes szennyező forrást, mert azért a gázcserenyillásokon, illetve a levélsérüléseink keresztül behatol, és a levél között is megtalálható, amit egy szöveteni vizsgálattal nagyon jól lehet látni, és különösen a fenyőféléknek a levelei, én inkább leveszem a levelet, és úgy, a fenyőfélék leveleinél ott aztán olyan fekete koromrészecskéket lehet belül találni, hogy azt el nem tudná képzelni az ember. Most éppen egy háromnapos eső után nem biztos, hogy nagy különbséget tapasztalunk. Egyrészt látjuk a levélmintázatát szinte sejtek szintjéig, másrészt pedig, ha összegyűjtötte a szennyeződést a felületen, akkor azt is lehet látni. A külső szennyeződésből pedig már következtetni lehet a belső károsodásra is. Kedves nézőink, május 22-én, 23-án és 24-én az amatőr filmek legjavából láthatnak válogatást az Agora Szavária Filmszínház kamaratermében, mert hogy megint itt van a Szavária filmszemle, ezúttal a 6. tisztelettel köszöntöm a stúdióban az ötletgazdát, főszervezőt, Lovas Tibort, szervusz! Szervusz, és köszöntöm a kedves nézőket! Talán annyiban kiigazítanálak, hogy ez az amatőr filmes elnevezés már azt hiszem a múlté. 240 nevezésből 202 filmet tudtunk befogadni. Ebből körülbelül egy olyan 60 körüli alkotás a médiahatóság által támogatott film. Tehát ez azt jelenti, hogy profik is itt lesznek a filmjeikkel, nem is egy, nem is kettő, sokan. A Művészeti Akadémia által támogatott filmek is megjelentek most már az Emberi Erőforrás Minisztérium által támogatott filmek is. De és hol hát a nemzeti film az amatőr alap, meg a profi közötti én szerintem, különbség? Szerintem ma már nincs óriási nagy különbség. Most ha abba gondolsz bele, hogy a Színház és Filmművészeti Főiskola végzős hallgat, vagy egyetem, bocsánat, végzős rendezőszakos hallgatóinak a vizsga filmjei, a dokumentumfilm kategóriák is, meg a diákfilm kategóriákban is megjelentek. És mennyi választja el azt, aki a diploma munkáját már megcsinálta, attól, hogy profi legyen, tehát az, hogy meg lesz majd az államvizsga, és gyakorlatilag utána ő már profi, mert hogy erről neki már papírja van. De azt gondolom, hogy olyan neves filmrendezők jönnek most már a filmszemlénkre, hogy én csak ámulok-bámulom, amikor nézem a filmeket összesen. 202 filmet néztem én is végig, 77 órányi anyag, ebből csak 25 órát tudunk levetíteni a moziban. 22-én reggel 9-kor kezdünk, ingyenes a vetítés, és a díjkiosztó gáláig, ez azt jelenti, hogy 24-e péntek 3:30, az Agora Szavája Filmszínház, oda is szeretettel várunk mindenkit, hiszen többek között Fekete Linda is fellép majd nagy örömömre ezen a gálán, Maronics Ferenc kíséri zongorán, azért puskázom, hogy a neveket jól mondjam, és a gála is mindig egy nagy ünnep nálunk, amikor itt vannak a díjazottak, és
őrült nagy taps szombathelyi Oscar díj kiosztó történik, de azt hiszem, hogy büszkék lehetünk arra, hogy a mi városunk most már tényleg a film városa lehet. Még egy picit visszakanyarodnék ide az amatőr profi kérdéshez, mert hogy ugye azt mondod, hogy neves filmrendezők vagy filmkészítők jönnek ide az alkotásaikkal, de minden esztendőben megfogalmazzák a zsűri tagjai, ezúttal is neves szakemberek, Balázs Béla díjas filmrendezőn, Koltai Gábor, András Ferenc Kossuth díjas filmrendező, illetve Halmi György filmrendező, pedig producer, forgatókönyvíró rendező, akik a zsűri tagjai ezúttal is, de minden esztendőben megfogalmazzák, hogy azok, akik most nem azt mondom, hogy egy mobiltelefonnal, de talán azt gondolom, hogy egy kevésbé profi felszereléssel készítenek nagyon tartalmas filmeket, azok igenis megállják a helyüket a mezőnyben. Tehát a minőség az nem feltétlenül csak azon múlik, hogy kinek mennyire drága kamerája van. Azt gondolom, talán a nagy különbség ott van, hogy a megvalósításnál észre lehet venni azt, hogy mely filmeket lehet nemzetközi versenyeken elindítani, és melyek azok, amelyeket még nem, mert technikailag sem állnak olyan szinten, talán a forgatókönyv sem annyira tökéletes, nincs jó színészvezetés, és még mondhatnék ezért nagyon sok filmben például világítási problémák vannak, vágási problémák vannak, amiket nyilván az egyszerű a hétköznapi néző nem vesz észre, mert a tartalom talán viszi őt, de egy nemzetközi zsűri előtt ezek a filmek már bizony nem biztos, hogy sikert érnének el. Az említett, támogatott filmek között sok van, amely ilyen, most hadd mondjak néhányat, nekem nagyon tetszett a Petőfi Brigád története, a vajdasági történet, vagy például a Bánya falu, amely egy sóbánya működött egykor ebben a délvidéki faluban, és most majdnem elnyeli a Bánya falut, mert omlik be a föld, és viszi be magával a házakat. De neveket mondok, Krúdi életéről egy film, aztán a 30 éves Csíkzenekarról, Szent Györgyi Albert életét bemutató dokumentumfilm, Hidas Figyes zeneszerző, Hanvas Béla életét bemutató film, Isonzóról készült egy kétrészes, fantasztikus sorozat a Gulágról, vagy két kórházról, a Tétényi Kórház kálváriája, a Markot Ferenc Kórház története, Rózsa Miklós Oscar-díjas zeneszerzőről készült dokumentumfilm, ha valakinek a Ben Hur film mond valamit, az ő zenéjét is többek között ő írta, a Bud Spencer film, amelyet nemrég mutattak be Rómában, a Magyar Akadémián. Itt lesz a filmszemlén versenyfilmként. Rothschild Klára divattervezőről készült kiváló dokumentumfilm, Kányádi Sándorról, vagy a Szent István csatahajóról. Szóval... De mivel csak azt bánhatjuk, hogy nincs elegendő vetítési idő, nincs elegendő, hát igen, tényleg idő az Agora, a Szavária Filmszínház kamaratermében. Önök a részletes programot a szavariafilmszemle.hu oldalon olvashatják, ahol felsoroljuk azt is majd, hogy hamarosan, hogy konkrétan melyik film mikor kezdődik, és mindenkit szeretettel várunk ezekre az ingyenes vetítésekre, csak be kell sétálni a mozi kamaratermébe, beülni és nézni a filmeket, élvezni, hogy milyen értékes tartalommal, illetve technikai megvalósítással készülnek ezek az alkotások, és a gálára is nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, ami jövő pénteken, május 24-én délután 3:30 lesz, itt pedig kiderül, hogy a zsűri döntése alapján a 4 kategóriában, a kisjátékfilm, a dokumentumfilm, a filmetűd, illetve a diákfilm kategóriában melyek lettek a legjobb alkotások. Várjuk Önöket, köszönöm a beszélgetést, nekünk még addig sok köszönöm. Feladatunk van, hogy minden kerek legyen, mire Önök megérkeznek a moziba. Köszönjük a beszélgetést, köszönjük a figyelmet, szép estét, viszontlátásra!